Sok más mellett azt is magával hozta a koronavírus járvány, hogy megnövekedett a szorongó betegek száma az elmúlt bő egy évben. A szakemberek két fő csoporttal találkoztak a rendelőkben, azokéval, akik már korábban is szorongtak, és ez fokozódott náluk. A másikba pedig azok tartoznak, akik személyesen is megtapasztalták a betegséget, akár maguk, akár valamelyik hozzátartozójuk, ismerősük kapta el. Sokan veszítették el családtagjaikat, barátaikat, gyermekek szüleiket, akár egyszerre mindkettőt. A 35 percnek nyilatkozó pszichiáter arról számolt be, a gyászreakciónk is megváltozott. Igyekszünk azt gyorsan letudni, miközben időt kell neki hagyni. Ugye az is gyász, ha valaki elvesztette a munkahelyét, elvesztette azokat a megélhetési lehetőségeit, amik voltak. Ezek mind-mind nagyon komoly szorongáshoz vezetnek, és azt, hogy ki hogyan tudja ezeket a szorongásokat megoldani, az függ a saját megküzdő készletétől, megküzdő képességétől, de attól is, hogy milyen emberek veszik körül. Tud-e segítséget kapni? Illetve sokszor még az is kérdés, hogy mer-e segítséget kérni, hiszen nagyon sok embernek a kérés megfogalmazása is nehezen megy, önmaga előtt sem meri beismerni, hogy szüksége van arra, hogy valaki segítsen. Mivel társas kapcsolataink nagyban hozzájárulnak a nehéz helyzetek kezeléséhez, könnyebben át tudják vészelni ezeket az időszakokat, akiknek van kire számítaniuk. Az elmúlt hónapokban a társas kapcsolatai mellett érzelem kifejezési és érintési lehetőségeink is leszűkültek. Leszoktunk a kézfogástól, ölelésről, a szigorítások feloldásánál pedig nehézséget okoz eldönteni, mit tehetünk meg és mit nem, ahogy azt sem tudjuk behatárolni, mikor tér vissza újra a vírus. Számos olyan új döntéshelyzettel szembesültünk, ami szorongást okozhat, például az oltásokkal kapcsolatban, és ahogy az információ hiány, ugye túl sok információ is sokakat tesz bizonytalanná. A szakember ugyanakkor a krízishelyzet nyereségéről is beszélt a műsorban, hogy az a másik fontosságára is ráirányította a figyelmet, és megmutatta, hogy az emberek össze tudnak fogni a bajban. Más előnye is voltak az elmúlt hónapoknak. Én egyszerű dolgoz, hogy kezet kell mosni, hogy ha kijövünk a boltból, nem azonnal elkezdem a kifli csücskét harabdálni bármennyire, és hát, hogy olyan dolgokra felhívta a figyelmünket, amiket meg tudtunk, hiszen óvodáskorunktól belénk súlykolták, de valahogy mégsem tartottuk be. De tehát az egészségtudatosságunkat. Az egészségtudatosságunkat, azt, hogy figyeljünk magukra, és hogy tényleg tegyünk meg, de ne csak ilyen álságos dolgokat, hanem olyan dolgokat tegyünk meg az egészségünk érdekében, amik hasznosak és előre visznek. Erdélyi Ágnes szavai szerint egy közös tanulási folyamatnak vagyunk a részesei. Rá kellett jönnünk például arra, hogyan tudjuk meghatározni azokat a távolságokat, amelyek megfelelőek, de kellően biztonságosak számunkra.